Sziasztok! Most arról szeretnék beszélni, hogy egyre többeket basznak át azzal, hogy lerakják a gázkazán szerelői iskolát, és majd ők gázkazán szerelők lesznek, mondjuk egy szakmunkással. Tehát ez egy baromi nagy átbaszás és pénzlehúzás, ezt soha nem fogjátok visszakapni, akár milliókat fognak rólatok leszedni. De ugyanakkor nézzük is ezt a szakmát. Rengetegen vagyunk. Persze, aki tudja, annak megéri. De például én is. Nem csak itt dolgozom. Dolgozom még 100 millió helyen. Mondjuk a honvédségnél, és még egyéb helyre is bedolgozok. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez a szakma. És ahhoz, hogy ti önállóan, mondjuk, munkát tudjatok vállalni, ahhoz nem elég egy szakmunkás bizonyítvány. Ahhoz kell mestervizsga minimum, műszaki biztonsági ellenőri, stb. Ezek mind évek. Tehát egy szakmunkás minimum 1 év, utána 2 évet ki kell hagyni, utána 1 év egy mestervizsga, és utána 2 év után tudtok elmenni műszaki biztonsági felülvizsgálóra. Tehát ezt jól gondoljátok át. És ennyi munka igazából nem is igazából van. Tehát nem is értem, hogy mi ez a lehúzás. Hogy most mindenki gázkazán szerelő akar lenni. Persze én örülök neki, ha minél többen vagytok, nincs ezzel problémám, csak a legtöbben ugyan feketén dolgoztok, ugyanis nincs meg minden papírotok. Tehát erre igazán oda kéne figyelni, sőt, nem csak a papírotok nincs meg, a gyakorlatotok se. Tehát én kb. Minimum 25 éve csinálom ezt a szakmát, de inkább 30. És még mindig tanulok. Úgyhogy ezt át kéne gondolni. Jó? Úgyhogy ha tetszett ez a videó is, akkor gondoljátok át. Sziasztok!